harmadik gépsor tehát elindul. Piros gombbal indította be a harmadik üdítőgyártó robotsor. Felső Lajoson Varga Mihály pénzügyminiszter, Dr. Salasz László országgyűlési képviselő, Kovács Ernő kormány megbízott és Pécskövi Tibor a márka üdítőgyár Kft. Ügyvezetője. A cég 3,6 milliárd forintból újabb palackozó gyártósort telepített és egy raktárral bővítette telephelyét Felső Lajoson, amit a kormány a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében 1,8 milliárd forinttal segített. A 2010-es évek közepén rájöttünk, hogy egyre több olyan magyar cég van, amely kinő ebből a kategóriából, és ha nem kap segítséget, támogatást, akkor egyszer meg fog állni a fejlődése. 2015-ben ez hívta életre a nagyvállalati beruházási támogatási programot, amelyiknek az a célja, hogy azok a magyar vállalatok, akik már kinőttek a kis és közepes vállalkozások kategóriájából, van egy múltjuk, esetleg exportálnak is, és képesek fejlődésre, kapacitásbővítésre, azok kapjanak állami segítséget. A pénzügyminiszter hozzátette, a magyar kormány célja megerősíteni azokat a hazai szereplőket, akik a termelésben, szolgáltatásban jelen vannak. A márka üdítőgyártó Kft. Nem csak jelen van, de folyamatosan növekszik. A jelenlegi kapacitásunk 50%-a fog megnőni, ez azt jelenti, hogy 180 millió palack per éves kibocsátásra leszünk képesek. A raktárban duplikálódik a kapacitásunk, tehát ott egy kicsit nagyobb, a 14 ezer raklapra nő most a raktár kapacitásunk ezzel a beruházással. A cégvezető stábunknak elmondta, 11 országban szállítanak üdítőket, és külföldön is igen komoly brandépítés zajlik, így biztosan lesz hol eladni a termékeket. Szándékosan az előre menekülést választották, mindez nem csak a vállalatnak, de a térségnek is jó. A település vezetőkkel azon dolgozunk, hogy megfelelő infrastruktúrális körülmények közé tudjanak jönni az ide itt dolgozók, illetve itt tudjanak maradni hosszabb távon is. Ezért óvodákat, bölcsödéket fejlesztünk, iskolákat újítunk meg, a közterek megújulnak, tehát olyan feltételek közé kerülnek a munkavállalók, hogy itt maradjanak és hűségesek legyenek ehhez a céghez és ehhez a környékhez. Dr. Salasz László hozzátette, Észak-Bács-Kiskun megye Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő régiója. Magyarország legnagyobb megyéje egyértelmű nyertese az elmúlt éveknek. Az elmúlt 12 esztendő is azt bizonyítja, hogy Bács-Kiskun megye, akármilyen oldalról nézzük, akár az agrárágazatot, akár az élelmiszeripart, mint ahol most a márkánál vagyunk, de a feldolgozást, az állattenyésztő kapacitást, a mezőgazdasági vállalkozókat, azok erősebbek, mint 12 esztendővel voltak, és sokkal jobban bírják a világgazdaság kihívásait. A kormány megbízott szavait támasztotta alá Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki kiemelte, a magyar gazdaság bebizonyította, hogy kedvező körülmények között, valamint a járvány és az újraindulás nehéz időszakaiban is képes a magas teljesítményre.